Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Mai beszélgető társam Weisz László, rádióamatőr. Üdvözöllek, szia! Szia, és üdvözlöm a hallgatókat! Ma megint megtelt szexárdiakkal a presszó, erre mindig nagyon büszke vagyok, amikor földieim a vendégek, és ráadásul ugye a presszó stábja is szexárdi. És te írtál nekem egy e-mailt, és visszaidézted azt a mondatot, amit én szoktam mondani itt az adásban, hogy én nem feltétlenül csak a híres emberekkel szoktam beszélgetni, hanem olyan érdekes figurákkal, akiknek vagy a foglalkozása, vagy a hobbija, vagy a tevékenysége valamiért eltér a többitől. És akkor te erre jelentkeztél, hogy te rádióamatőr vagy. És én családnak el szoktam mondani, hogy éppen mire készülök, milyen beszélgetésekre, kivel fogok beszélgetni, és akkor ezt mondtam ma, hogy veled találkozom egy rádióamatőrrel, akkor a fiam visszakérdezett és mondta a neveket, hogy kik azok az amatőr rádiósok, akikkel én valószínűleg direkt nem fogom kimondani nekik a nevét. És mondtam, hogy nem, ez valami teljesen más. Mi az, hogy rádióamatőr? Meg lehet-e fogalmazni ezt mondjuk egy olyan egy mondatban, hogy a hallgatók képbe kerüljenek, hogy ma miről fogunk beszélgetni? Hát a rádióamatőr tevékenység az 1920-as évekre tehető vissza. Alapjába véve úgy indult, hogy bütykörésztek, rádiókat építettek, hallgatták a műsorszóró rádiókat. Ebből fejlődött ki ez az egész rádióamatőr, mi mozgalomnak hívjuk, mi nemzetközi szinten is. Nagyon sokrétű tevékenység. A világháború, második világháború tájékán akkor már normálisabb készülékekkel dolgoztak, versenyrendszerek alakultak ki, diplomákat gyűjtögettek, és ebből most egy olyan sokrétű tevékenység alakult ki, amit rádióamatőr fogalomként nevezünk, ami sportot is jelent, szabadidő tevékenységet, építést, rádiózást, például fizikai sport is van, ezeket majd később beszélünk. Persze, csak hogy a hallgatók is képbe kerüljenek, meg én is, hogy akkor ez nem feltétlenül ugyanolyan rádiózás, mint amit én is csinálok, amikor azt mondom, hogy rádiós vagyok, te is rádiós vagy, de mégsem ugyanaz a feladatunk. Hát nyilván nem. Ugye mi két oldalú kommunikációt folytatunk mondjuk a világ másik részével. Antennáink vannak, rádióberendezéseink, adóvevő, kiegészítő berendezések. Tehát ti a rádió hullámot használjátok, ezért rádió, ezért van a tevékenységetekben benne a rádió. Így van, így van. Tehát mi rövid hullámtól kezdve egész a gigahertzes tartományig használjuk a frekvenciákat, ahol nekünk engedélyünk van rádiózni. Ez jó, hogy mondtad, hogy ez sport is, mert erre majd külön ki szeretnék térni, viszont akkor helyezzünk téged így fókuszba, hogy te egyáltalán mikor kerültél kapcsolatba a rádióamatőr mozgalommal, tevékenységgel? Hát 1970-ben kezdtem el a Szekszárdi Babics iskolába járni szakkörre, és amikor a szakkör sikeresen elvégeztem, akkor kerültem, akkor ugye még létezett az MHS nevezetű szervezet, aminek a rádió. A Magyar Honvédelmi Szövetség. Így ugye? Van, ugye akkor ezek a rádióamatőrök, a repülősök, búvárok, azok mindez alá tartoztak ezzel a szövetség alá, vagy szervezet alá, és ott elvégeztem egy úgynevezett sorköteles tanfolyamot, ami alapján ilyen 18 évesekkel, én akkor ugye 14 voltam, együtt jártam tanfolyamra, és utána letettem egy sikeres vizsgát, onnantól kezdve számítottam én már rádióamatőrnek, és 1972-ben kaptam az első adóengedélyemet. Ezt jól mondod, ezt a 70-es éveket, annak idején voltak olyanok, én emlékszem rá, hogy nem lehetett bármit hallgatni. A rádió hullámok terjedtek az éterben, lehetett fogni olyan rádiókat, amiket nem szabadott fogni. Épp ezért én mindig ezt gondoltam egyébként a rádió amatőrségről, hogy ez egy olyan tevékenység, amit nem feltétlenül lehet csak úgy amatőr módon otthon végezni, pont ezért tartozott a honvédség keretein belül, hogy ellenőrizhető legyen, hogy kik és mit csinálnak. Én ezt jól gondoltam el, vagy jól gondolom el? Igen, ezt nagyon jól gondolod. Hát a 70-es években még erősen működött a kontroll szervezet, aki hallgatta a rádió amatőröket. Lehetett otthon rádiózni, lehetett berendezésed, hogyha volt hozzá engedélyed és vizsgád, de a rádió, ahol a rádióamatőrök forgalmaz, azokat a tartományokat figyelték is, olyannal forgalmaztál, aki mondjuk nem felelt meg az akkori rendszer kívánalmainak. Nem volt baráti országbeli? Például igen, vagy gyakran járt Magyarország mondjuk egy nyugatnémet, akkor voltálunk is rá példa, hogy szóltak, hogy vele ne rádiózunk. És azt is figyelték, hogy mit forgalmaztok, tehát hogy miről beszélgettek, miről kommunikáltok? Természetesen, így van, mindent.
ti nem úgy kommunikáltok, ahogy mondjuk mi most beszélgetünk, hogy mikrofon van az arcotok előtt, ugye? Tehát, hogy nem... Hát így is. Így is. Tehát, ahogy mondtam, mi nagyon-nagyon sokrétű tevékenységet folytatunk. Ez a kommunikáció, amikor mikrofonnal szemben, azt úgy hívjuk, hogy távbeszélő kommunikáció, de van ugye a hagyományos régi, amiből elindult a rádiomatőr tevékenység, az a morze, és ez még mindig él, mindig kérdezik, hogy még morzéztok. Hát mindig vissza szoktam kérdezni, hogy még bicikliztek. Mert ugye gyakorlatilag lehetne motorozni, meg autózni, de is mégis bicikliznek az emberek, mert szeretik. Hát ezzel mi is így vagyunk. Figyelj, én azt gondolom, hogy tőled ezzel a témakörrel kapcsolatban bármit tudok kérdezni, mert mindenre tudsz válaszolni. A morze az honnan jött? Az kitalálta ki? Hát nyilván morze, de hogy miért? Tehát mi az oka annak, hogy egy ilyen rejtjeles valamiféle kommunikációra volt szükség? Így van, Samuel Morse, ugye úgy hívják az úriembert, aki ezt feltalálta. Ugye annak idején még a régi filmek látszott, hogy ezek a távéloszlopok vannak, stb. Azon ment a kommunikáció, és ugye akkor még nem volt beszédtovábbítás, és ezért ilyen morze jeleket, ilyen ti és tágból összeállított jeleket továbbítottak egymásnak a posták és egyéb hivatalok, és így ment a forgalmazás. A betűknek voltak különböző jelei, ugye? És vannak. És vannak, bocsánat, a betűknek vannak különböző jelei, és ezt írjátok le tulajdonképpen ezekkel vagy ezzel a módszerrel. Igen, de leírni azért az elég kezdő stílus. Mivel ezt ilyen átvitt értelemben. Így van, mondom. Tehát gyakorlatilag a morze, aki magas szinten műveli a morzét és szereti csinálni, az, hogy elkezd valakivel beszélgetni ezzel a távirű üzemmódon a morzéban, akkor ő nem hallja már, hogy morzézik, olyan, mintha beszélnének hozzád. Hát olyan, mintha élő beszéd menne a fejedbe, tehát nem kódolgatod, hogy ti meg tá, hanem az jön is. Tehát olyan, mintha beszélnél egy másik nyelven. Így van, és szoktunk is, gyakorlatilag úgy hívják, hogy nyílt beszélgetés, tehát nem ilyen rövidítéseket adunk, mert azok is vannak. Aha. Az egyszerűbb forgalmazás érdekében, hanem rendes nyílt szöveggel, angolul, magyarul, bármilyen nyelven, amit tudsz. Bárki a nagyvilágban éljen, az Dél-Afrikában, Angliában, Magyarországon, Oroszországban ugyanazokat a morze jeleket használja, ugyanazokra a betűkre? Van egy standard, ugye a latin ABC, ugye ugyanúgy az angol elterjedt a standardben, ugyanúgy a latin ABC a morzéban, de ezen kívül különböző országoknak lehetnek saját eltérő jelei, mint a magyaroknak is az ékezetes betűk például, de oroszoknak is vannak saját jeleik. De a standard elterjedt az a latin ABC 26 betűje, meg a számok és az írásjelek. Na, innen folytatjuk a beszélgetést, érdekes estének nézünk elébe. Weisz László rádióamatőr. Azért teszem hozzá, hogy rádióamatőr, mert Weisz László néven ismerünk pár embert, pár ember híres lett ezzel a névvel. Névrokonok csak? Csak. Tudomásom szerint. Weisz László rádióamatőr a vendégem. Azt még gyorsan mondjuk, ezt talán már az elején el kellett volna mondani, hogy amikor te jelentkeztél, hogy azt gondolod, hogy ez a tevékenység, amivel te foglalkozol, ez a mozgalom, ez beleférne a presszóba, mint érdekesség, akkor azt is megírtad nekem, hogy mi tulajdonképpen ismerjük egymást, sőt, te voltál az, aki engem oktattál erre a morze jelekre. Megmondom őszintén, hogy most lehet, hogy vissza kellene idéznem, és arra emlékszem, hogy én szexáldal jártam a MHS-be, ugye a Magyar Honvédelmi Szövetségnek volt egy székháza, és igen, ott kellett járni, de hogy ott mi történt, megmondom őszintén, semmire nem emlékszem. Mit oktattál te nekem? Ez egyébként konkrétan ez a Rózsában folyt ez az oktatás, és aha, nem csak neked, hanem a tesódnak is. Aha. Tehát ott 2-3 év, ugye ez már a rendszerváltás. Bocsánat, lehet, hogy a hallgatók mondjuk Nyíregyházán nem tudják, mi ez a Rózsa. A Rózsa szakközépiskolában jártam én. Így van, így van. Elektroműszerésznek tanultam. Így van, az egy nagy... azért tanulhattam én a morzajéreket, mert az elektroműszerészeknek van hozzá köze, vagy ez a katonaságnak van hozzá, mint sorköteles volt. Nyilván mind a kettő, tehát ugye az egy sorköteles képzés volt, amit ugye nekünk kiosztottak, mert ugye MHS alatt voltunk, és muszájból csináltuk, tehát nem szórakozásból csináltuk, de nyilván mi a Rózsában műszaki végzettségű emberek, ugye utána műszaki végzettségű emberek lesznek, ez hozzásegített az, hogy kiválasztották azt az iskolát, hogy akkor legyen a Rózsa, ahol ezt a képzést folytatják. És egyébként nagyon jól emlékszem mind a kettőtökre. És jól ment ez nekünk? Arra is emlékszem? A bátyád az lelkesebb volt, te kicsit akkor is ilyen lazább típus voltál már, és emlékszem rá, hogy amikor ilyen úgynevezett vizsga volt, amint persze mindenkit átengedtem, tehát nem volt, hogy valaki megbukott volna. Mi lett volna, ha megbukott? Akkor a nevet helyett azt írtad arra a lapra, amin vettem a modelleket, hogy jégmadár. De ezt kitaláltam, igen, hogy te voltál. Ezt írtam oda, hogy jégmadár. Igen. De véletlenül vagy direkt? Az nem, de nem direkt, az egyértelmű. Ja, nekem volt egy ilyen, sőt, mind a mai napig van egy ilyen érdekes gondolatom, meg kapcsolatom a katonasággal. Nem véletlenül írtam aztán dalokat arról, hogy nem akarok bevonulni, meg nem kell nekünk a harc, stb. És hát minden, ami a katonaság felől érkezett, az ilyen, mint egy pajzs, úgy álltam ellen. Meg tudok érteni. Viszont értelemszerűen ezt a rádióamatőr világot itt Magyarországon a katonaság használja még mindig?
Nem. Gyakorlatilag a Morzéval már nem is a hadsereg volt az utolsó, hanem talán a hajózás, aki leállt vele. De egyébként repülősök, hajósok és a hadsereg használta aktívan, de most már a 80-as évek végétől, vagy 90-es évek elején talán úgy leálltak vele. Ez annak köszönhető, hogy mondjuk akkor megjelentek már a mobiltelefonok, tehát hogy lehetett akár telefonon is beszélgetni így nagy távolságban, mert előtte tényleg egyrészt az is, de inkább a digitális kommunikáció az, ami elősegítette, ugye gyakorlatilag gép dolgozik géppel már, tehát ott ember nem nagyon hozzá, és ez nálunk rádiomatőröknél is már van ilyen, vannak digitális üzemmódok, a legutolsó verzió az már az, hogy lerakod a számítógépet, meg a rádiót, bekapcsolod és elmész a strandra és rádiódik helyette, tehát egészen elképesztő dolgok vannak már. Te mire használod jelenleg ezt a tudást, ami neked van? Mit csinál ma egy rádióamatőr? Hát rádiózik, természetesen. Én imádok rádiózni, az az igazság, hogy... De bocsánat, te szolgáltatsz, vagy kommunikálsz másokkal? Hát kommunikálok mások, hogy a rádióamatőrök ezt csinálják. Tehát nálunk ugye eleve a rádióamatőrnek van egy ilyen alapelv, hogy a rádióamatőr az nem pénzért csinál, amit csinál. Aha. Tehát mindent ilyen úgynevezett társadalmi tevékenységben, hobbiból csinálja. És, bocsánat, te kommunikálsz másokkal, én is ezt csinálom, most például veled beszélek. Van. De ezt hallják sokan. Amikor te kommunikálsz másokkal, akkor azt is hallgathatják mások? Hogyne, természetesen. Aha. De ahhoz mi kell? Egy sima rádiókészülék? Na most ezt nem úgy különleges? Kell elképzelni, mint egy műsorszóró rádiót, hogy odaülnek és hallgatják ugyanazt a rádiót, ugyanazt a rádiófrekvenciát vagy adót mondjuk 50 ezeren, vagy 1 millióan mondhatunk akármi. Igen. A rádiózás az úgy működik, hogy ugye nekünk ki van a koszt, hogy milyen frekvenciákon dolgozhatunk, ott vagy leállsz hívni, úgy hívják, hogy CQ, egy általános hívást ad, és akkor akik tekerget, akkor megtalál téged, akkor meghív, és akkor beszéltek egymással. Ezt más is hallhatja. Aha. Ez az alapvetés. Na most ez a tekergetés már szinte teljesen kimúlt a világból, ugye számítógép mindenki előtt ott van már, szinte a rádió már csak egy periféria, minden szoftverekkel működik, vannak úgynevezett ilyen klaszter gyűjtők, ahol, hogyha valaki egy érdekes állomást hall, akkor bepöcsög, hogy én ezt itt hallottam, akkor a másik nem tekerget, hanem oda kattint a számítógépre, és odaugrik a rádiója, és akkor beszél vele. De vannak már ilyen robotok is, amik leveszik azokat, hogy kik rádióznak, és automatikusan beírják ebbe a gyűjtőbe, és csak kattingatsz, hogy akivel akarsz dolgozni, azt lekattintod, és akkor meghívod. Mondtál egy olyat itt ennek a blokknak az elején, hogy nektek megszabják, hogy milyen frekvenciákat használhattok. Természetesen nem csak nekünk, nektek is. Hát a média is hírhatóság, az NMHH, igen, tehát nyilvánvalóan nekünk is. De személy szerint neked, vagy egyáltalán a rádióamatőrök? Nem a rádióamatőröknek, hát itt az NMHH ugye az is, az egy országos cég. Ugye van az NMHH csak, hogy a hallgatók is értsék, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Igen, így van, tehát nekünk ők adják a hívójelet, ők adják a frekvenciát, de ezt a frekvenciát valójában... A felügyeleti szerviz. Így van, nekünk a frekvenciát, illetve minden rádióamatőrnek valójában az ITU nevezű szervezet, az ITU, az a Nemzetközi Távközlési Unió. Ők, amikor konferenciák vannak, szabják meg, hogy ki, hol, milyen frekvencián dolgozhat, nem csak rádióamatőrök, bárki a világon. Aha. Tehát az az alap, és akkor abból a helyi sajátosságoknak, mondjuk például 50 MHz-en nagyon sokáig nem lehetett rádiózni, Budapesten ott volt az adó, a tévéadó, és amiatt ugye zavarták volna a rádióamatőrök azt. Ja, és az bezavart volna a tévéadásban. És ott nem volt engedély, most már van egyébként. Azért mondja, helyi jellegzetességek vannak, de nagy összességében nagyjából az összes rádiómat ugyanabban a tartományban dolgozhat. És ez mondjuk lokálisan is változhat? Tehát nyilván te Szekszárdon vagy Szekszárdon még a retro rádiót is más frekvencián lehet fogni, mint mondjuk Budapesten. Nem, ugye a rövid hullám az ugye egész más játék, mint ahol ti rádióztok, ugye az URH. Rövid hullámon gyakorlatilag, ugye, hogyha én lenyom a billentyűt, vagy beleszólok a mikrofonba, akkor Új-Zélandban simán lehet hallani, mindenféle átjátszó, meg műhold, meg bármi nélkül, természetesen. Mi is URH-zunk, URH-n használunk úgynevezett átjátszókat, aminek segítségével mondjuk a Szekszárdon beszólok az átjátszóba, össze vannak kötve ezek az átjátszók, akkor mondjuk Nyíregyházán is hallják. Mert ugye URH nem szólnánk el, esetleg közvetlen addig, de egyébként el lehet jó antennákkal nyilván. Valóan, több ezer kilométerre is. Csak mi egész másképp csináljuk a rádiózást, mint a profik. Ti zenét például szolgáltatok, vagy ti tényleg csak a kommunikációra? Nem, zenét nem szolgáltatunk. Mi az is megvan szabva egyébként ebbe a szabályzatba, hogy a rádiomatőr mivel foglalkozhat, tehát csak rádiomatőr témával politizálni, meg egyéb ilyen harmadik félnek üzeneteket küldözgetni, meg ilyeneket nem engedélyezett csinálni. Reklámot sem adhattok. Természetesen.
tehát nem mondhatod el, vagy nem jelezheted valakinek, hogy van éppen egy eladó autót. Nem, igen, de ahogy mondtam, tehát ugye az alapelve benne van, az alapszal nem csak a magyar, az egész, tehát a Nemzetközi Szövetségnek az alapelvébe, tehát hogy a rádióamatőr mindent ellenszolgáltatás nélkül csinál, és stb. Tehát ehhez hasonló kitételek vannak. Hát figyelj, és akkor ezek szerint ez egy hobbi? Vagy annál azért jóval több? Most már jóval több, tehát ahogy indult, ez egy hobbi volt, és most is mondhatom, hogy hobbi tevékenység, tehát a Magyar Rádió Amatőr Szövetségnek van körülbelül 750-800 tagja jelen pillanatban, akikre azt mondjuk, hogy versenyzők, sportolók, viszont van több mint 3000-3500 engedélyes rádióamatőr, tehát egy kétharmada körülbelül nem sportol, ők a hobbi rádiósok, a hétköznapi rádiósok, ők nem akarnak sportolni, nem akar futkározni, nem akar hétvégén versenyeken részt venni, ő bücskölgetni szeret, elbeszélgetni a másikkal, tehát ebből a szempontból egy szabadidő tevékenység is. Lesz László rádióamatőr a vendégem, azt még nem mondtam el, hogy te háromszoros világbajnok vagy, és mindemellett ráadásul ennek az egész szövetségnek, az országos szövetségnek az alelnöke vagy, ha jól tudom, és a gyors távírás szakák szövetségi kapitánya. Így van. Na most, hogy lesz ez az egész sport? Tehát hogy lehet ezt megversenyeztetni, hogy itt vannak a rádióamatőrök, akik kommunikálnak egymással? Mi ebben a verseny? Ugye ott akkor el kell indulni az alapoktól, tehát hogy három szakág van, ami sport tevékenységet jelent. Az egyik az a rádióforgalmazáshoz köthető, amiben én háromszoros világbajnok lettem rövid hullámon. De bocsánat, hogy mérik itt? Tehát, hogy mi a verseny maga? Rögtön részletre. Ja, jó? Okay, elmondom mind a hármat, és okay, akkor belemegyünk. Tehát ez az egyik, a másik az a rádiós tájfutás. Aha. Az hasonló a tájfutáshoz, ez talán így mond valamit, egy kicsit ismertebb, mint a rádiós tájfutás. Tehát térkép... Most mindent kinézel belőlem, ez talán mond valamit. Térkép tájoló, a rádiós tájfutás annyiban különbözik, hogy nincsenek berajzolva pontok, hogy mit kell megkeresni, hanem kiraknak adókat, és te a rádióddal kell, hogy megkeressed. Aha, ez jó. És ugye van egy térképed, de csak azért, hogy tudjad, hogy melyik úton szaladgálj, meg melyik a legrövidebb út, meg stb. És a rádiókat neked egy vevővel szépen meg kell keresni, nyilvánvaló időre futva. Ez egy klasszikus és elég kemény fizikai sport, mint a tájfutás is. Igen. És a harmadik az pedig a gyors távirász, vagy rádió távirász, ami csak a morzéról szól. Ott az arról szól, hogy minél gyorsabban tudja morzézni. Ezek most már úgy vannak, hogy ilyen úgynevezett szimulációs programok vannak, amiket mind az e-sportban, hogy odaülnek is, nem autózik, de mintha autózna. Tehát nem forgalmazol, de mintha forgalmaznál. Tehát ilyen szimulációs program, de az a lényeg, hogy minél gyorsabb morzé tudásod legyen. Tehát ez a három szakág van. És te mind a háromban jó vagy, vagy legjobb vagy, vagy csak az elsőben? Hát én rádiós tájfutásban sose voltam egy nagyon profi, országos szintig eljutottam, de az még fiatal koromban, meg most már térdem miatt sem futok. A rádió távirász, vagy gyors távirász, az a szívem lelke volt nagyon sokáig, azt gyakorlatilag úgy azzal kezdtem a pályafutásomat, Lenin ifjú távirász, és egyéb hasonló versenyeken vettem részt. Igen, volt ilyen, hogy Lenin ifjú távirász, ez még a 70-es évek elején, ugye én 71-72-ben nyertem azt meg. Ez nekem egy nagy lökést adott, hogy én ezt szeretem, gondolom, ezt a morzét csinálni. És hát ugye utána ifjúsági országos bajnokságban így felnőtt szintig, akkor még nem voltak világbajnokságok. Volt egy-két ilyen nemzetközi kupaverseny Romániában, itt-ott voltam, olyan túl nagy sikere nem vettem részt rajta. És akkor 1995-ben volt az első világbajnokság ebben a sportban, és az itt volt Siófokon. És akkor én már benn voltam az úgynevezett sportdiplomáciában, ami alapján ugye szövetségi kapitány is vagyok, tehát benn voltam a nemzetközi munkacsoportban, és gyakorlatilag olyan javaslatokat tettem, ami inkább ahelyett, hogy leírom, hogy mit veszek és írni kell, hogy ez a katonai jellegű valami, inkább ilyen amatőr jellegű számokat vettünk bele, mivel ezek a katonai jellegű dolgok nagyon jól mentek az oroszoknak, fehér oroszoknak, halálra vertek minket. És ezekkel az amatőr jellegű számokkal, hát mi lettünk jók, mert nekik ez nem ment. Mert itt fejbe kellett venni, hasonló volt, mint amikor rádiamatőrködsz. Fejbe kellett venni? Ez azt jelenti, a fejbe kellett venni, hogy igen. Hát a többféle, úgy mondjam, műsorszám van. Az egyik az úgy hívják, hogy hívójelvétel. Ugye számítógép, van egy program. Meghatározott, hogy milyen sebességgel induljál el, mondjuk 400-zal. 400 az azt jelenti, hogy 400 karakter per perc, amennyi mondjuk egy világbajnok géppel egy gépirónő, csak úgy összehasonlításképpen. 400 karakter per perc? Igen, az, ami most is tudok venni, pedig már öreg vagyok. Tehát ennél sokkal többet. Ja, és
Ráadásul az nem is az, hogy te pötyögöd le, hanem hogy annyit képes vagy. Annyit képes vagyok fejbe levenni. Tehát leadnak egy hívóját 400-al, akkor azt leveszem és visszagépelem. Ez a versenyszám. 50 ilyen hívójel, és azt nyomod végig. Ez az egyik, a másik, aztán volt ilyen, hogy fejbevétel angolba, ez mondjuk megszűnt, mert ugye hát az angol, tehát angolok előnyben voltak, stb. De egyébként abban Európa bajnok voltam annak idején, angol fejbevételben, az ilyen 300-valányos ütemmel. És a lényeg az, hogy én ott mindjárt abba is hagytam, ez egy VB, amin részt vettem, és utána én már a nemzetközi munkacsoportnak a vezetője lettem. És azóta is szövetségi kapitány vagyok, ez most már lassan 25 éve, hogy csinálom, de nagyon sok sikeres rádiomatőr magyar, aki ezekkel a rádiomatőr számokkal sikert értem még most a mai napig is. Kik a legjobbak? Ha ez egy világbajnokság, vagy vannak világbajnokságok, akkor a világban ki a legjobb ebben a sportágban? Hát ha nemzeteket nézünk, akkor a fehér oroszok, de tehát mi rádiamatőrök vagyunk, tehát ez mindig tehát igazi amatőr sportolók. Ők pedig nem úgy profik, mint ahogy ugye elnevezik a kosárlabdásokat profinak vagy valakit, ők úgy profik, hogy ők már iskolában ezt tanulják. Tehát vannak sportiskolák, ahol egy morz, egy tanóra. És ilyen 4-5 vagy 5-ötödikes kortól elkezdik, és gyakorlatilag kinevelik ezeket a rádiótávirászokat. Hát ők nagyon-nagyon profik. Oroszok is nagyon jók. Mi olyan általában a negyedik helyen szoktunk csapatban végezni világban. A magyar válogatott. Most tavaly utoljára éppen sikerült egy harmadik helyet elindni. Utoljára ez 28 éve sikerült ezt megtenni. És egyébként most tök érdekes, hogy mondod ezeket az országokat, hát leginkább itt vannak a mi kontinensünkön. Pontosan. Néha megjelenik japán, koreai, amerikai, tehát így bebeesnek, de akik rendszeresen ezt is keményen űzik, az itt ez gyakorlatilag a keleti blokk, aki a régi időkből, de például vannak németek, svájciak, hollandok, akik csinálják, de főként a kelet-európai blokk, aki ezt a rádiótávirászatot mindig csinálja. Weiss László, egykori morze oktatóm, rádióamatőr a vendég. Egyébként az SOS-t azt még mindig tudom. Örülök neki, ez azért szokott menni általában. De az lehet, hogy nem is tőled tanultam. De tényleg, hát, ha valaki mondjuk azt se tudja, hogy eddig miről beszéltünk, akkor talán az SOS-sel képbe tud kerülni, hogy ez a tátátitit, nem, hogy van? Majdnem sikerült fordítva. Ti-ti-ti-tá-tá-tá-ti-ti-ti. Így van. Ez az SOS, így ugye? Van. Így van. Óriási. És ezt milyen gyorsan nyomtam. Óriási, igen. Igen, még ez a rádiótávolászat, ugye hangot sajnos ugye nem tudok adni, de azt tudni kell, hogy milyen szinten űzik emberek. Tehát amit én mondtam, hogy 400 még tudok venni, ez kismiska már a mai fiatalok. A világrekordot ilyen 20 éves körülileg tartják, azok 1000 fölött tudnak venni. Az azt tehát jelenti, egyszer csak jön egy hang, igen, valamiféle ilyen... Ott egy hívójel, egy ilyen 6 karakter, hogy prcs, ez egy 6 karakteres hívójel, és ez azt jelenti, hogy olyan 10-15 millisekundum egy elemi jel benne. Tehát szinte gépi agyuk van nekik, olyan szinten veszik ezt már. Na figyelj, most valamit mégiscsak, mert mondtam, hogy nem biztos, hogy tudunk hangot adni, de most valamit megpróbálok bejátszani, jó? Igaz, hogy te nem hallod, mert nincs rajtad fejhallgató, de talán a hallgatók hallani fogják. Hallottad? Nem hallok semmit. Na várjál egy picit. Most hallottad. Igen. Ezt te küldted át nekem. Ez mi volt? Igen. Ez olyan, mint hogyha nálunk, nem tudom, ilyen kóboráron kerülne a hangfalba. Így van, ez ezres ütemmel egy S és egy V betű, amit itt lead. És akkor ez jelent is valamit, vagy csak ezt így elküldtet, nem, ez csak, mint ez példa? Csak ilyen demonstráció volt, hogy az ezres ütem az körülbelül így szól. Tehát ilyen ütemmel vesznek emberek. Ez egy ezres ütem. Így van, így van. Azért mondom, itt ilyen millisekund, egy ilyen elemjel, egy ti, az egy 10-5-10 millisekundum körülbelül. És ugye ezt meg kell különböztetni agyba, hogy ti vagy tá, és egymás után jönnek, és ömlik ugye az információ. És akkor ezt nyilván le is kell aztán ígérni, vagy el kell mondani, hogy az ember mit ez hallott? Ez az, amit az előbb mondtam, ez a hívójelvétel, ez konkrétan erről szól egyébként. Igen. És az, hogy milyen szövegeket, vagy egyáltalán milyen versenyszámokat tesznek bele egy-egy versenybe, egyáltalán milyen időközönként vannak versenyek, látod, itt tolulnak a kérdések. Igen, a fejembe. Szerintem átérhetünk a rádióforgalomra. Várjál, csak közben kifordultál a mikrofonba, és ezt nem hallottuk. Bocsánat, átérhetünk a rádióforgalomra, mert ott konkrétan ugye az előzőben ott egy világbajnokság egy évben, és akkor körülbelül ezzel kifújt vannak ilyen kisebb kupaversenyek, viszont a rádióforgalom az egy óriási dolog. Tehát ugye van 52 hét a
Igen. Az évben. Az 52 hét alatt van körülbelül 200 verseny. Az igen. Versenynaptárral. Nyilván vannak nagy versenyek, kis versenyek, de egy hétvégén 4-5 verseny is van általában. Is szóval hogy képzeljük el, hogy mint általában a sportversenyeket, hogy ti összegyűltök egy helyen, vagy egyszerűen meghirdetik a versenyt, és akkor éppen ahol vagy, ott megpróbálod teljesíteni azt a követelményt, amit az a verseny kiír. Igen, ez egy nagyon speciális dolog. Ez úgy működik, hogy ugye mindenkinek, vagy nagyon sok embernek van otthon rádiója, vagy valahol kint egy hegyen, ugye egy jobb környezetben, stb. És hogy ezek a versenykírások ugye adottak, hogy melyik hétvégén milyen verseny van, mindenki otthon ül a kis készülék előtt, vagy elutazik egy jobb helyre, mondjuk én, hogy voltam párszor Madeirán, mert onnan mondjuk jobban eredményt lehet elérni, és onnan versenyzik mindenki. Ugye számítógépre rögtön, akikkel forgalmaz, azoknak beírod az adatait, a jegyzőkönyvet elküldöd a rendezőnek, ők ráküldik a robotra, a robot kiértékeli, kinek hány hibája volt, mi akár ki is lehet zárni embereket, akik úgy tűnik, hogy valamit esetleg próbáltak simlizni. De hogy lehet simlizni ebben az egészben? Hát olyan összekötetés ír be, ami a másik oldalon nem történt meg. Tehát például ilyet meg lehet csinálni, de ugye most már ezt mind kiszűrik a robotokkal. Tehát gyakorlatilag nagyon komoly szoftvert használnak ahhoz, hogy minden lehetőséget kizárjanak. Mert ugye az ember otthon ül, nincs ott a feje mögött a bírója, a háta mögött, ugye próbálkozhat esetleg, hogy hátha trükközni valami, hátha sikerül. Tehát a lényeg az, hogy mindenki otthonról csinálja. De azt gondolom, hogy aki ebben akár amatőrként, akár régi profiként részt vesz, az nem azért van ott, hogy csaljon. Hát nyilvánvaló, tehát ez nagyon ritka kivétel, de sajnos, ugye úgy minden sportág úgy előfordul. Nálunk is előfordul. Nyilván én csak feltételezem, aztán meg kijavítasz, ha tévedek, hogy itt a győzelem, vagy a jó szereplés, az a dicsőség. Hát gondolom nem küldenek pénzjutalmat. Azt nyilván nem. Általában, hát ugye mivel, hogy itt nincs helyszíni eredményhirdetés, hogy ez nem megoldható, mondjuk ugye a világtájra ezért nem fogunk össze, hogy odaadnak egy plakettet neked, de plakettet szoktak általában adni, akik valamilyen kategóriát megnyernek, és azt postai úton elküldik, és egyébként valóban a dicsőség. Semmi másról nem szól, csak a dicsőségről, meg arról, hogy te elégedett vagy azzal, hogy mondjuk ezt a teljesítményt nyújtottad. És még akkor, hogy itt a versenyt azért befejezzük, tehát itt úgy néz ki egy verseny, hogy a legtöbb verseny vagy 24 óra, vagy 48 óra, vagy 36 óra, esetleg 12 óra. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy péntek délután fölmegyek a rádióállomásra, aminek talán láttad a fényképét a Facebook oldalamon. Ez a rádióklubnak az állomása, és ott előkészülök, és akkor éjjel egy órakor, szombat éjjel egykor elindul a verseny, ha egy nagy versenyről van szó, és akkor hétfő éjjel reggel hajnali egy órakor abba adod a versenyzést. És addig te folyamatosan ébren vagy, és ott vagy, és koncentrálsz, és figyelsz, és adsz le, és veszel. Sőt, jó néha nyilván ki kell menni pisilni, meg hasonló, meg egy pár szemvis falatot bekapni, de ott ülsz szinte végig. És sőt, ugye most a... És egyedül ülsz ott? Vagy vannak ilyenkor segítőid, hogy ez az macikám nyomja? Olyan nincs. Lélekben vannak, de ugye van, ebbe is van csapatverseny, meg egyén. Aha. Tehát lehet ezt csapatba is csinálni, és akkor nyilván sokkal kényelmesebb. De a csapat akkor együtt van, vagy mindenki otthon, és nem akkor ott egy helyszínen nyilvánvalóan ott van a csapat. És most kizökkentem hirtelen, hogy mit akartam valamit mondani. Sőt, azt akartam mondani, hogy sőt. Ja, sőt, tehát, igen, hogy... megvan, köszönöm szépen. Sőt, ez úgy működik most már, hogy aki nyerni akar egyéniben, az nem azt jelenti, hogy odaülsz a rádiódhoz, és egy rádió a rádióhoz, hanem két rádiód van. A két rádió megy egyszerre, sztereóba ugye bemegy a füledbe, és egyszerre veszed a két rádión, hogy mi történik, meg egyszerre kommunikálsz két felé. De ez nem ugyanaz a... két dolog jön a két rádióban. Hát nem, nyilván. Tehát ugye mondjuk az egyik frekvencián... Az egyik füleden mást hallasz, mint a másik füleden. Igen. És az is lehet, hogy mondjuk, hogyha úgynevezett vegyes üzemmód, nem, mert van tiszta távíró verseny, tiszta fónia verseny, vegyes üzemmódú verseny. Várjál, most már összezavarsz. Tehát a távíró megvan, a fónia, amit mondtam, tehát a távbeszélő, akkor csak beszélsz, arról szól a verseny, és a vegyes üzemmód, akkor mind a kettőt lehet egyszerre. Mit a váltogatod. És akkor lehet az, hogy itt a füleden itt morzéznak, ott meg közben beszélnek. És azt szépen veszed, és válaszolsz nekik. És ezt 24 és 48 órán keresztül kell nyomni. Ez alapján, amit most elmondtál, azt gondolom, hogy a nők ebben jobbak, mint a férfiak. Igen, mindig azt mondják, ugye, hogy a nők két fele tudnak figyelni, a férfiak nem. Hát ezer fele a férfiak, meg egy. Most ugye nálunk az a
idézőjeles probléma, hogy elég kevés hölgy csinálja ezt. Az az elég kevés, az mit jelent? Most az előbb mondtál ilyen 3000-es számot, hogy nagyjából annyian vannak Magyarországon, a hány százalék a nő? 1-2%. Egy-két százalék. Tehát, és ez nem csak nálunk. Tehát de ennek ez minek köszönhető? Miért? Ugye ez technikai érdeklődés által, ugye ugyanaz autósportnál is az van, vagy motorsportnál is, az is ilyen macsó sport, hogyha ezt nevezhetjük. Ilyen szempontból, tehát férfiak küzdik inkább, úgy mondom. De itt is az van, hogy technikai érdeklődésű emberek általában azok csöppennek ide bele, ezért a lányok kevésbé, pedig aki beleesik és nagyon, nagyon szeretik ők is csinálni. Na, ha már eljutottunk ideig, akkor a családról beszélgetünk a folytatásban, jó? Vejsz László rádióamatőr a vendégem. Elég sok időt töltesz valószínűleg ezzel a sportággal. Alelnökként is, szövetségi kapitányként is, versenyeken való részvétel. Rádióklub elnöke. Hogy mindezt hogy tolerálja a család? Hát, hogy is mondjam, most már viszonylag úgy mondhatnám, idézőjelben, hogy könnyű helyzetben vagyok, mert a feleségem az több mint 10 éve meghalt, de egyébként nagyon toleráns volt, és mindenben támogatott. Tehát le a kalap előtt, hogy ezt az én hülyeségemet, hogy úgy mondjam, viselje. De így gondolt rá, hogy hülyeség? Nem, ez csak én fogalmazok így, sőt, olyannyira nem, hogy ő is tett rádiomatőrvizsgát. Egy darabig rádiózgatott is, amíg otthon volt, gyesen addig rájött egy kicsit a rádióhoz, de nyilván nem olyan komolyan, mint én. Gyerekek vannak? Így van, két gyerek van, mind a kettő komolyan nekiállt rádiózni, hát szülői ráhatást, nyilván nem erőltettem, csak mondták, hogy milyen elsősök, másodikosok voltak általánosban, hogy őket az élek, mondom, csak akkor foglalkozok veletek, ha komolyan akarjátok csinálni. Tehát én nem pazolom az időt, hogy hát egy hónapból... Hát nyilván látták rajtad, hogy ez neked boldogságot okoz, hát és akkor mennek természetesen, nyilvánvalóan, tehát látszik az ember, hogy ez nagyon szívesen csinálja, és örömmel tölti el. Tehát őket is belecsöppentettem ebbe, és csinálták is, sőt, olyannyira, hogy világbajnokságon, ez a távirász világbajnokság, ifjúságiban bronzérmes volt mind a kettő, idáig jutottak. Aztán jött az egyetem, és Szevasztopol. Tehát az elvitte őket az élet. Hogy mivel foglalkoznak? A lányom az a közgázon végzett, és közgazdász, jelenleg otthon van gyesen két gyerekkel. A fiam, ő Szegeden végzett a JAT-én, ő biográfus is, térinformatikával és webfejlesztéssel foglalkozik. Neki is van már két gyermek, úgyhogy négyszeres nagypapa vagyok. Gratulálok. Ez egy fontos elfoglaltság, de azért természetesen nagyon sok időt töltök a rádiózással, de ez mondom, előtte is megvolt. És te mivel foglalkozol? Mert azt gondolom, hogy abból, hogy te rádióamatőr vagy, meg világbajnok vagy, meg szövetségi elnök, meg szövetségi kapitány, stb., abból azért nem biztos, hogy meg lehet élni. Tehát, hogy neked van egy civil foglalkozásod, ami megteremti a lehetőségét, meg lehet annak, hogy mondjuk egy ilyen hobbinak hódolj. Örülök neki, hogy ilyen fiatalnak látszom, de már nyugdíjas vagyok. Jó, hát de volt, igen, nyugdíj előtt? Hát nyilvánvalóan, hát 40-valány év munkaviszony van a hátam mögött, úgyhogy volt nem olyan sok, de 4-5 munkahelyem, de úgy talán a kezdetet mondom, először a számítástechnikai és ügyvitelszervező vállalatnál dolgoztam, ez volt Szexános egy ilyen számítástechnikai központ, ott kezdtem a pályafutásom, ahol meg befejeztem, az a katasztrófa idején volt, ott is a természetesen szakmában informatikai osztály. Voltam. Hasznát vetted a munkád során, idézőjelben mondom, a hobbidnak? Nagyon keveset. Amikor a katasztrófavédelemnél dolgoztam, ott is lenyomtam 20 évet, ott az elején még, amikor az analóg rádiók működtek, akkor igen, természetesen, de aztán bejött ott is a digitális rádiózás, meg a számítógép szinte mindenben, ott már ez a tudás már nem hasznosítható volt. Számon tartanak-e téged a nagyvilágban mondjuk név szerint? Tehát, hogyha én elmegyek Hollandiába, csak mondtad, hogy Hollandiában is vannak rádióamatőrök, vagy akár Fehér Oroszországban, és azt mondom, hogy Vejsz László rádióamatőr az én honfitársam, ráadásul földim, akkor megveregetik-e az én vállamat? Valószínű nem. Mert mi általában nem névről ismerjük egymást, hanem hívójáról. Ugye az én hívójám az a HO3NU, ha ezt mondod, akkor nagyobb esélye. HO3NU. Igen, tehát ebből H az a Magyarország, tehát a magyaroknak a H a hívójele. A 3 az valamikor a Somogy-Tolna Baranya volt, az N az a Tolna megye, az U betű az meg hát Tolna megyéből én egy cím, így áll össze egy hívójel. Most a Tolna megye, miért nem T? Hát nevetni fogsz, nem csak N, de akkor még, tehát az N volt az első sorozat, amit kiadtak, de volt U, meg 3 betűs is lett utána. És akkor téged így a hívó neved, vagy hívó jeled alapján ismernek a nagyvilágban? Így van, tehát a rádiomatőrök így ismerik. Nagyon sokszor jönnek, hogy ismered, nem tudom, milyen Balázs, hát mondom, mi a hívó jele? Ja, azt nem tudja, hát mondom.
akkor nem fog menni. Nyilván, aki közelismerős, azokat ismerjük név szerint is. De ugye én egy évben csinálok, van olyan, most tavaly csináltam 37 ezer összekötetés egy évben. Tehát ugye azt nem, az 37 ezer embert jelent, vagy 37 ezer szer, és ott lehetett mondjuk ismétlődés. Így van, van ismétlődés, főleg hogy a versenyeken, mert ugye a versenyeken általában van egy kemény mag, aki kemény sportol, azok szinte minden versenyen ott vannak. Ugye, hogy említettem, minden hétvégén van verseny. Én tavaly előtt például 57 versenyen indultam, az olyan 45-6 hétvégét jelentett, mert ugye egy-kettőt kihagytam. De akkor is, tehát ott nagyon sok az ismétlődés, de hogyha amúgy leállsz rádiózni, akkor szinte mindig új a merítés. Tehát mindig új emberekkel találkozol nagyon sokszor. Vannak régi ismerősök, erre is hoztam volna hanganyagot, nem tudom, a Juventus Rádió még mond, de valamit, ugye az, na, annak a vezérigazgatója, a Mike Honecken, ő szintén rádiamatőr, ugye ő volt itt a vezérigazgató egy 4 évig körülbelül, és hát ő itt elég sok rádiamatőrt megismert, és akkor egyszer egy ilyen úgynevezett pálylapba, amikor nagyon sokan hívnak az a pálylap, tehát én lállak hívni, és ha jól szólok mondjuk Amerikába, akkor így mind a döglegyek így rácsapnak 50-en egyszer, és blablabla óriási dzsumbuit teremtenek, na és egy ilyenbe szólt egyszerbe, hogy hello, én vagyok a Mike, a Vénu Lipsron, ez a hívójele, és hát így ismertük egymást, én tudtam, hogy ő volt itt a vezérigazgató, meg úgy a sávon onnan jól ismert egymást, és mint régi ismerősök köszöntöttük egymást, pedig sose láttuk egymást személyesen. Tehát ez egy érdekes dolog az amatőröknél. És mondjuk barátságokat lehet kötni, vagy olyan ismertségeket, amire azt mondod, hogy vele szívesebben beszélgetek, mint bárki mással a nagyvilágban? Így ilyen megkülönböztetés nincs, de természetesen barátságok szövődnek, hogy rendszeresen találkoznak, beszélgetnek egymással. És ami ebben nagyon érdekes tud lenni, valakivel évekig beszélgetsz, és ugye nem tudod, főleg ez régen volt, nem tudod elképzelni, hogy néz ki, és akkor egyszer találkozol a személyesen, ez egy óriási dolog. Most már ezt is felülírta a technika, mert most már ez úgy működik, hogy valakivel beszélsz, akkor megjön ugye a számítógép, van egy ilyen, mint a LinkedIn mondjuk, azt tudom hasonlítani, egy ilyen profil, ahol rád beütöd a hívójelét, és ott majdnem mindenki megvan. Fényképpel, egy rövid leírással, hogy ki ő, stb. És akkor már látod is, hogy ki az a másikhoz, akivel beszélsz. Miről beszélgettek ti, amikor beszélgettek? Már mondtad, hogy vannak szabályok, hogy miről, mit nem szabad. Így van. Miről beszélgettek? Mennyi ideig tart egy ilyen beszélgetés? Nagyon változó, és ez a gyorsuló világgal egyre rövidebb. Az alapszabály az volt, amiről általában beszélgettek az amatőrök, hogy mi a neve, hol lakik, hogy hallja a másikat, milyen emberrendezéssel dolgozik, milyen időjárás van. Ez ilyen alapsztenderd volt. Na most nyilvánvalóan az ember egy ismerőssel találkozik, nem mindig fogja elmondani, hogy ez a neve, meg itt lakom, hanem elkezdenek beszélgetni. Tehát az végül is lehet szabadon beszélgetni, a lényeg az, hogy azok a bizonyos tiltott dolgok, tehát politika meg ilyesmi ne legyen benne. És akkor akár órákat el lehet beszélgetni. Bejesz László rádióamatőrrel beszélgetek. Érdekes a világ, amiről így most beszámoltál. Befolyásolja-e bármi a kedvedet, a lehetőségét annak, hogy te, nem tudom, nekiállj? Rossz idő például, vagy bármilyen korlátozás. Titeket például a Covid, vagy ez a háborús helyzet. Bármi befolyásol-e, hogy végezzétek a tevékenységeteket? Természetesen lehetnek ilyen szituációk nyilvánvalóan. Mondjuk az, hogy rossz idő van, az nem tántorít el a rádiómatőrt, hogy rádiózzon nyilvánvalóan. Okay, más, lehet, hogy nem terjednek olyan könnyedén a dolgok. Nagyon szépen terjednek a dolgok. Az, hogy rövid hullám például, hogy terjed egy, vagy milyen terjedés van, az a napholtól, a napholt számtól függ elsősorban. Ugye az 11 évenként van napholtciklus, nem tudom, hogy tudod-e. Most már igen. Most vagyunk a maximumban, tehát a 2024-25-ös váltásnál van egy újabb napholt maximum ciklus. Ilyenkor nagyon jó terjedés van a magasabb frekvenciákon. Nagyon sok állomás lehet hallani, akit amúgy mondjuk a napholt minimumban nem hallasz. Tehát ez nagyon érdekes, és hosszan lehetne róla mesélni, inkább nem bonyolodok bele. De a lényeg az, engem érdekel, nyilván nem leszek ettől szakértő, csak hogy ezek szerint a rádió amatőröknek ezekre is figyelni kell. Természetesen, és most ugye már megint csak a számítógépnél kötünk, hogy óriási segítség, tehát mindent megtalálsz már. Tehát vannak ezzel foglalkozó cégek is, meg például az űrkutatásnál nagyon fontos a napfolt tevékenység és az a kapcsolatos naptevékenység, de a meteorológusok is szokták néha mondani, hogy na most akkor már majd lehet látni itt egy kicsit, hogy bevörösödik az ég alja, meg stb. Nekünk ez mind terjedési változásokat jelent, és ezeket mind figyelemmel kísérjük. Hát most már könnyű, de hát ugye mondtad, hogy te 70-es években kezdted, így van, 70-es évek elején, akkor ezt hogy oldottátok meg? Akkor úgy oldottunk meg, odaültünk és rádióztunk. Ami volt, azt kaptuk, most meg már kicsit tudományosabb alapon megy a dolog, és hát azért sok mindent látunk előre is, hogy mikor érdemes csinálni. Híres emberek előfordulnak néha így a forgalmazásban? Igen,
régebben, ugye, mind ahogy régebben azért hát, nagyobb számú rádiomatőrök voltak, most is van körülbelül a 3 millió rádiomatőr a világon, tehát azért nem 3 kevés. 3 millió ember? Körülbelül igen, ennek nagy része, körülbelül a fele az az USA és a Japán, ami kiteszi, tehát ott nagyon sok engedélyes van. És hát régebben, hogy is mondjam, divat volt az uralkodókat ezzel megszólítani, hogy nem akar esetleg rádiómat lenni, és ők kaptak engedélyt, nagyon sokan, például a Juan Carlos, spanyol király, már az idősebb, ő neki volt az elnógyécé, aki leghíresebb ilyen király volt, az a Hussein Jordán király, ő nagyon aktív is volt, tehát ő igazából rádiómatőr is lett, és nagyon sokat rádiózott. És vele is lehetett simán csak így beszélgetni? Vele is lehet, igen, simán beszélgetni, és egy nagyon érdekes sztorim van erről, de nem akarom vele húzni az időt. Nem velünk történt meg, egy kanadai ismerősöm mesélt egy világbajnokságon, mikor voltunk, hogy ő összehaverkodott a Husseinnal, nagyon sokat rádióztak egymással, és amikor a Hussein elment Kanadába, akkor meglátogatta őt. És, de ő tudta, hogy kivel cseveg? Igen, persze, tehát tudták egymás, hogy ki. Mert kicsoda. Mert hogy sokszor nem tudjátok. Igen, de hát mondjuk a Hussein olyan speciális hívója volt, tehát eleve mindenki tudta, hogy ő a király, akivel beszélsz. Na igen, és akkor elment Kanadába. Így van, és hát a protokoll minden, és akkor mondta Hussein, hogy ő neki most délután itt 3-tól 5-ig ne csinálnak semmit, mert ő neki van egy kis dolga. És akkor mondták, nem úgy van az, hogy elmegyünk ide-oda, hanem akkor mondja meg, mert akkor útlezárás minden volt. Bementek az úriembernek az utcájába, lezárták az utcát, 2 óra, Hussein fősétált a rádiomatőr kollega, az leültek, elbeszélgettek, rádiózott egyet onnan, és utána, mint aki jó végezte a dolgát, elment vissza politizálni. Ez mennyire jó, hogy neki ennyire fontos volt ez az egész tevékenység. Nagyon nagy sztori. És egyébként egy ilyen történet jó tesz a rádióamatőr mozgalomnak, meg tevékenységnek? Természetesen. Tehát, hogy ettől aztán többen lesznek, az jó nektek, ha többen vagytok? Természetesen lehet ugye egy kicsit vele villogni, hogy akkor ilyenek is rádióamatőrök, de hogy a mai időkre térjünk. Ugye van egyrészt a Simonyi Károly, aki ugye magyar származású, ő ugye, aki a World és Excel csapat vezetője volt, amik így feltalálták, ő ugye egy tudós ember, neki is van rádióengedélye, magyar és amerikai, és ugye fölrepült annak idején az űrállomáson pörgött itt a földkör, és akkor nagyon sok rádiómatőrrel forgalmazott. De onnan föntről az ügyből? Így van, arról is nagyon jó hangfelvételek vannak, hogy mesél, hogy most akkor látom magam alatt a Balatont, és akkor most mondok, és mond egy Adi verset például így élőbe be a rádióban, de már jó. Az amatőr rádióknak. Tehát igen, érdekes dolgok vannak, de hogy még ugye, mert azt hallottam itt a rádió műsorban, hogy te szereted a focit. Én nagyon. Sergej Rebrov. Megvan. Igen, és hogy mi a hobbija? Ukrajnának ugye ő most a szövetségi kapitány. És mi a hobbija? Na, szerinted, hogyha megkérdezem. Mi lehet? Ha megkérdezem. Csak nem rádióamatőr. Csak rádió, és nagyon jó rádióamatőr. És tehát, vele te már itt találkoztál hát az éterben? Ő nagyon aktív versenyző is. Aha. Tehát nagyon sok, egy évvel 8-10 verseny biztos találkozunk. Tehát így verseny. Tehát adjunk csak, hogy adjuk egymásnak a riportot. De nagyon aktív és nagyon jó rádiómatőr. És akkor találkozok, akkor hagyod nyerni? Vagy éppen, hogy le akarod győzni? Hát őt egyébként elég nehéz, mert őt úgy rádiózik, hogy Ciprusból, de nem úgy, hogy ott van Cipruson, úgy hívják, hogy remote rádiózás. Ott kiépít egy rádióállomást, és akkor megint csak ott vagyunk a számítógépnél. Ott van 2 számítógép, össze van kötve egymással, és interneten keresztül vezéli az ottani állomást. Tehát összekapcsolódik egy olyan állomással, ahol mondjuk jobb a vétel. Így van, Ukrajnában ott üldögél, és közben Cipruson rádiózik. És ezt most egyre többen csinálják, főleg akik megtehetik, tehetősebb amerikaiak, például Karib-tengeri térségre, amik ritkább rádióamatőr szempontból, onnan mert lehet nyerni. Ha sűrűbb, akkor rosszabb a vétel? Nem, akkor hogyha egy ritkább állomáson, azt többen hívják. Ja, értem. És akkor ugye több összeketítést tudsz csinálni, és akkor azzal előnyt tudsz szerezni. Tehát vannak ilyen gózpontok, mint a Karib-tenger, itt az Afrika nyugati része, ez a Ciprus, általában ami mondjuk Amerika és Európa közelébe van. Mert ott van a nagyon sok rádiómatőr, aki nagyon sok versenyző. És akkor, aki ennek a közelébe vagy, több pontot érsz, mert nem azon a kontinensen laksz, vagy rádiózol, és hát ez előnyt jelent a rádiózás szempontjából. Itt Magyarországon honnan a legjobb rádiózni? Mondtad, hogy versenyek alkalmával te Madeirára, vagy hova szoktál menni? Mit mondtál? Hát szoktam azért kicsit túlzást, már 4-5-ször voltam, igen. De az már szokás. Lehet igen annak nevezni. De Magyarországon honnan a legjobb rádiózni? Hát így, hogy legjobb, ezt nem lehet megfogalmazni, de rövid furámra és URH-ra is egyértelműen mondható, hogy valamilyen dombtető, ahonnan jó a kilátás minden irányba. Szexárd, az egy gyönyörű hely ebből a szempontból.
És a Cserhát hegy, ami a legmagasabb pont a város mellett, ugye ott van nekünk az állomásunk, egy nagyon jó helyen van egyébként, az egyik a legjobb az országban. De ugye mindig csak Zerhát, Uerhát mondom, de itt vannak, akik ugye mikrohullámú tartományban dolgoznak, őnekik még inkább az kell, hogy rálátás legyen, mert ott már rálátás kell a másik állomásra, különben nem szól el odáig a jel. És neked akkor vannak a házad tetején ilyen különleges antennák, vagy neked mi kell ahhoz, hogy te mindig jó minőségben, és mindig azzal a minőséggel tudj rádiózni, amire te vágysz. Na most a mai világban, hogyha valaki versenyt akar nyerni, az otthonról a városból nem működik. De most nem a versenyekre, hanem csak egyáltalán a hétköznapi felhasználásra gondolok. Az is nehéz egyébként, mert akkora már a zaj, tehát a városi zaj. Lehet rádiózni, de sokkal jobb, hogyha a városi zajon kívül vagy. Aha. Mert olyan erős, tehát mindenféle kütyű, töltő, mindenféle... Minden rászól, minden zavarja? És ilyen kis alapzaj termelik, és ez egymásra rakodik, olyan, de a smog is mindig erősebb lesz, és mindig nagyobb. Ez az elektroszmog egyébként, hogyha megint oda visszatérünk, ugye... Hogy mi az, ami befolyásolja a tim... Igen, az is, meg a híres munkátokat. Emberek, tehát például Magyarországon a dr. Svint András, ő a BME-nek adjunktusa és egyetemi civilizációs egyetemi tanára, ő vezetett egy olyan projektet, amivel a MASZAT nevezetű projektet csináltak, ami főleg egy kis magyar műholdacska volt, az első magyar műhold. Azt rádiamatőrök is többek között csinálták, mivel ő is egy rádiamatőr, és most ugyanezt csinálják Győrben, az egyetemen, ott most készítenek egy jó kis műholdat, rádiamatőr célú műholdat, amit majd fel fognak lőni. Lejsz László rádióamatőr a vendégem, az előbb már szóba került egy kicsit a világűr. Filmekben általában, hogyha valami űr dolog van, akkor mindenféle ilyen jelek jönnek. Én azt gondolom, hogy ti rádióamatőrök találkozhattok olyan jelekkel, amivel én mondjuk nem, mert én nem fogok ilyen jeleket, vagy nem is próbálkozom vele. Találkoztatok olyan jelekkel, aminek az eredetét nem tudtátok? Ez inkább rádiócsillagászat, tehát azokon a frekvenciákon működnek, amit mi rádióamatőrök már nem használunk, tehát ezek a magasabb frekvencián jövő jelek. Vannak olyan is, amik ilyen gigahertz meg, de az olyan méretű antennák kellenek, amiket néha képen láttok, hogy ilyen 20 méter átmérőtől, csak hát ezt a rádióamatőr nem tudja megcsinálni, mert a gatyája rámegy. Úgyhogy ez a része nekünk nem működik. Viszont például az előbb említett, ahol a Simonyi Kár is volt, ami körülbelül az ISS nevezetű űrállomás, ott ugye rendszeresen rádióznak, ugyanis például az amerikaiaknál az űrhajósoknak kötelező rádiomotor vizsgát lehet tenni, akármilyen furcsán is hangzik, és mindegyiknek van rádiomotor engedélye. De ugyanígy az oroszoknál is, és hogy az előbb említettem, például Simonyi Kár is ugye tett le vizsgát, mikor fölment az űrben. Amikor mi beszélgetünk, akkor még előtte vagyunk, de amikor a hallgatók hallják, akkor már túl vagyunk azon a napon, ami fontos dátum a ti életetekben, április 18-a, ez a Rádióamatőrök Világnapja, jól mondom? Így van, ez a World Amateur Radio Day, ugye ez egy nemzetközi nap, nemzetközi világnap. Mi történik egy ilyen napon? Hát mi rádiózunk. Jó, de ti rádióztok előző nap is, meg másnap is, meg mindig. Nyilvánvalóan a nagy közönséget ez nem érinti annyira, meg csak ha esetleg véletlenül hallják a rádió, vagy bemondják, akkor tudják, hogy ilyen van, mert ugye hát mi egy elég szűkörű társaság vagyunk. Az egésznek az eredet egyébként onnan indul, hogy 1925-ben alapították meg a Nemzetközi Rádióamatőr Szövetséget április 18-án 25 taggal, és onnan eredeztetik ez a világnak. Azóta már 160 fölötti a tagoknak a létszám, szerintem minden ország tagja már a Nemzetközi Rádióamatőr Szövetségnek. A Magyar Szövetség is 28-ban már belépett, tehát mi is elég régi alapító tagok vagyunk. És visszatérve erre, természetesen ilyenkor is van egy kis ilyen aktivitás, verseny, stb. Igyekszik az ember azért bekapcsolni, hogyha mondjuk munka mellett nem is megy annyira a dolog, de természetesen próbálunk rádiózni minél többet ezen a napon is. Napi szinten hány órát töltesz, vagy foglalkozol rádiózással? Hát most már mondhatnám, hogy az egész napomat ezzel töltöm. Tehát most, amikor itt nyugdíjas vagyok, beszélgetsz, akkor azt várod, hogy végre hazaérj, és elmesélhesd a mai élményeidet, vagy valakivel megoszd, hogy te mit csináltál ma? Hát ma már szerintem nem fogom, de holnap nyilvánvalóan oda fog külni a rádióhoz. De, tehát ez nem ugye nem csak arról szól, hogy odaülök is rádiózok, ugye mi eléggé funkcióhalmozó vagyok, és nem jó szántamból, mert valakinek csinálni kell. Tehát elég sok egyéb ilyen adminisztrációs és egyéb munka, és ugye említettem, hogy
vagy a klubnak is, Szexárdon az elnöke igen. vagyok a rádióklubnak. Ugye ott is, ugye, hogy fenntartsuk magunkat, azért most már nem úgy van, mint régen, hogy dotált minket az MHS, hanem önfenntartó minden rádióklub. Ez azt jelenti, hogy támogatókat kell keresni? Támogatót kell keresni, szponzort kell keresni, pályázatot kell írni. Szerencsére mi nem állunk rosszul, mert van olyan helységünk is, amit ki tudtunk adni, abból némi pénzbe jön. Van főszponzorunk a Tar Kft., aki támogat minket, de pályázni is pályázok több irányban, úgyhogy jön be annyi pénz, hogy fenntartsuk a rádióklubot. Akkor ezek szerint már mondtad a Tart, és az én bátyámnak az osztálytársa volt, és lehet, hogy akkor őt is tanítottad innen a kapcsolat. Megint fogok valamit mondani, amit nem tudsz. A Tar János édesapja nagyon aktív rádióklub tag volt, és rádióamatőr. Sőt, hogy megint így mondjam, sőt, a Tar János maga is letette a rádióamatőr vizsgát, és HO3 UR hívójellel rendelkezett, azóta lejárt, és már nincs meg neki. De ez lejár? Mennyi időre kapja valaki? Hát 5 évenként, körülbelül 4-5 évenként kell újítani. És tagja a rádióklubunknak. Hát nyilván ő nem jár be, mert hát ő neki nincs erre ideje, de hát ugye mind tevékenység, ugye profilba élő, stb. Azért támogatja a klubunk működését. Mi történik egy ilyen klubban? Tehát mondtad, hogy járnak a klubba. Mi történik? Összejöttök, ott esztek egy pogácsát, vagy főztek egy teát. Iszunk egy sört. Megbeszélitek egymással, hogy kivel forgalmazott, mit csinált, milyen bajnokságra, milyen versenyre készül, vagy mi történik? Ez is nagyon nagy, hogy is mondjam, változáson ment keresztül. Tehát az a korszak, amiről ugye az elején beszéltünk, akkor még az volt, hogy minden nap bejártunk a rádióklubba, és sokan. Tehát ott minden nap klubnap volt, hogy úgy mondjam. Tehát tényleg ott, amit mondasz, megbeszéltük a dolgainkat, ki mit csinál, hogy rádiózunk otthon, milyen antennát akar csinálni, ilyen szakmai dolgokat beszéltünk. Na most ez, ahogy idősödtünk, jöttek gyerekek, család, ugye, ez sajnos elkopott, és most már nincs ez, hogy most minden nap bejárunk a rádióklubba, inkább olyan alkalmak vannak, amikor például össze kell fogni és segíteni kell, mondjuk egy antennát, egy nagyobb antennát felrakni, vagy javítani, vagy stb. Vagy esetleg olyan esemény van, mit tudom, például szoktunk a rádióklubban ilyen majális tartani, vagy évvégi ilyen összejövetelt és elsörözgetünk az Rényi sörözőben, mond neked ez még valamit. Tehát inkább ilyen jellegű, amúgy meg minden levelezés. Tehát ugye Facebook, meg levél, stb. Hát már, hogy e-mail. Tehát így megy a kommunikáció főleg. Aminek persze rádión, nyilvánvalóan. Az egész dolog, amiről most meséltél, egy kicsit ilyen nosztalgikus, hogy az embernek az az érzése, hogy te olyas valamit csinálsz, ami mondjuk a régi rendszerben, a 90-es évek előtt jelen volt az életünkben, hát ahogy el is meséltük, kötelező szinten is sokszor. Viszont mi lehet ezzel egy embernek a célja? Neked mi a célod vele, hogy ezt meddig lehet csinálni? Hova lehet ezt fejleszteni? Most egyszer én kérdezek, van valamilyen hobbid? Hát, néha állok a pálya szélén és nézem a meccseket. Egyébként nincs hobbim. De valami biciklizés, nem? Rosszul emlékszem? Nem nincs, akkor nem te volt. Nincs hobbim. Mert visszakérdeztem volna, hogyha van egy hobbid is, akkor az a mi a célod? A hobbival az a cél az embernek, hogy jól érezze magát. Hát igen, csak én azt gondolom, hogy azért ez jól túlmutat azon. Jó, hát ez már nyilván, hogy mondtam, hogy itt sport is, tehát igen. A sportolótól megint meg lehetne kérdezni, hogy miért sportol, vagy miért akar első lenni, meg stb. Ugye ez ember, aki sportoló típus, a vérébe benne van, hogy ő szeret minél jobb eredményt elérni. Hát meg szeretne inspirálni másokat, stb. Ezt szokták mondani, igen. Hogy nyomot hagyni a világban. Hát ilyeneket szoktam mondani. Jó, hát én ilyen grandiózus dolgokra nem gondolok, de mondjuk legalább a szűk környezetemben mondjuk, és remélem, az sikerült is. És ez a nosztalgikus dolog, amit mondasz, nyilván én elkezdek róla beszélgetni, belőlem nyilván ömlik a nosztalgia, mert ugye 50x év alatt össze lehet szedni egy kis nosztalgikus dolgot, igen. De hát ez nyilvánvalóan egy élő hobbi, sport és dolog mai világban is, mind a mellett, hogy nagyon nehéz ifjúságot beszervezni, de hát ez nem csak nálunk van. Hát, tehát igen. Még az atléták is panaszkodnak, mert igen. Van atléta ismerősöm, a Scherer Tamás. Ő az panaszkodik, hogy... Az ő anyukája és az én anyukám ikertestvérek. Na ne. Mondom. Együtt voltunk gyerekek. Most én lepődök meg, de nagyon. Hát ő ráadásul már gyerekkorában is annyira szerette a sporteseményeket, hogy amikor téli olimpia volt például, akkor aztán mindig mindent megünnepeltünk a családdal, állandóan találkoztunk. Ő fejből mondta az eredményeket, hogy ki hányadik lett, az hány perc alatt siklott le, milyen hosszan úszott, futott, milyen gyorsan. Tehát ő mindig ott volt a sport közelében. Egyébként akkor valószínűleg ez szóba került, csak ez az én agyamból esett már. Tudja, hogy beszéltünk róla. Kell ezt tudnod, csak mondom neked. Mert elég jobban vagyunk a Tamással, meg összejártunk a
az ő feleségem, az én feleségem egy iskolába tanított, és ott elég sok ilyen buli volt, ahol együtt voltunk, de most nagyon elkanyarodtunk attól, amit akartam mondani. Valamit a Scherer Tamással. Tehát, hogy még ő is panaszkodik, hogy nincs utánpótlás, meg a judósok panaszkodnak, mindenki mert panaszkodik. A Scherer Tamás egyébként ott a szexárdi atlétikai, ő fogja össze a fiatal atlétákat. Igen, igen, utánpótlás nevelésben elévülhetetlen eredményei vannak, ez kétségtelen. Van. És akkor nyilván nagyon sok minden van, amit már a fiatalok nem csinálnak, amit még a mi időmben csináltak a fiatalok, valami jó, hogy nem csinálják, és közben vannak ilyen dolgok, hogy ezek el fognak kopni akkor? Tehát, hogyha te nem lelkesedsz tovább, egyszer csak azt mondod, hogy oké, én ezt befejezem, akkor egy idő után ez megszűnik? Hát lehet optimista és pessimista módon megközelíteni hát a dolgot. De mit gondolsz erről? Én azt gondolom, hogy ha fektetünk bele munkát, és foglalkozunk utánpótlás neveléssel, akkor szépen lassan azért csordogál az utánpótlás. Nem lesz akkora bázis már sose a nosztalgia időkben, de még egy jó darabig el fog ketyegni ez a hobbi. Mi lehet ebben az érdekes egy fiatal, vagy akár egy most kezdő számára? Mi az, ami vonzó lehet? Hát szerintem... Ugye foglalkozok országos szinten is az utánpótlás táborúba szoktam járni ott fiatalokkal, és azért ott szoktam nézni, hogy mi az, ami tetszik nekik, és mi az, ami nem. Nagyon érdekes, hogy például a rádiós tájfutást nagyon szeretik. Aha. Tehát ugye erdőbe szaladgálni, mozogni, ez egy ötödikes, hatodikusnak egy élmény. És egyébként Szekszáron is az utolsó generációk kijöttők rádiós tájfutók voltak a 2000-es évek elején. Viszont például a rádiózás is nagyon megfogja őket. Tehát az, hogy most lehet azt mondani, hogy mi abban a nagyszerű dolog, hogy te egy ausztrálra beszélsz, mik ott az internet, és akárkivel csetelek. Nem csetelsz akárkivel, csak az ismerősöddel. Nem üsz le akárkivel, vagy beszélgetni, az internet nem arról szól. Itt viszont tényleg akárkivel, aki rádiamatőr, ugyanaz a hobbid, és meg is találod vele az összhangot rögtön, hogyha beszélsz vele, mert ugye egy témában tudtok beszélgetni. Na, kicsit eltértem a témától. A lényeg az, hogy ifjúsági tábor, ott ül mellettem a körülbelül 10-11 éves kis leányka, mert hogy mi az érdekesebb, hogy ausztrál. Ott beszéltünk egy holland, egy német, stb., és egyszer csak egy ausztrál beszólt. És ő még csak a hívóját se ismerte, akkor tényleg tanuló volt nagyon, és akkor hát mondom, most egy ausztrál beszélsz. És beleüvölt a mikrofon, hogy én ausztrálra beszélek, tehát látszott rajta, hogy extázisba került tőle, hogy ő most egy ilyen teljesítményt lett le, hogy a világ másik végébe beszél egy rádióban. Szóval meg lehet őket fogni, csak munkás dolog, kemény. Én kívánok neked további örömöket, sikereket ezen a téren, és nagyon hálás vagyok, hogy jelentkeztél, és hogy eljöttél, és hogy meséltél mindarról, ami téged foglalkoztat, ami téged körbevesz, ami a te életed tulajdonképpen. Weiss László, köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.